egy újabb kilátó, egy újabb hely, ami összeköt. A kilátó a hegytetőn összeköti az eget a földdel, és az embereket a környezetükkel. Azért jövünk fel, hogy körbenézhessünk, és beleélhessük magunkat, belelássunk a tájba. Láthatjuk itt a hagyományainkat, láthatjuk történelmi, kulturális és természeti örökségünket. Történelmi örökségünk, mint a skóciai Szent Margit, kulturális örökségünk, Rockenbauer Pál, és természeti örökségünk, mondjuk a Bánáti Bazsarózsa. Ezekkel a nevekkel lehetne jellemezni, hogy miért jövünk ide, és mivel köt össze minket. Egy ilyen hely. Egy újabb célpont a turistáknak nagy örömére, és hát nem kis büszkeségére egy tulajdonosi jogokat gyakorló Földművelési Minisztériumnak. Ezúton is gratulálok az erdőgazdaságnak a megvalósításához, mert szögezzük le, hogy ez megint az erdészek munkájából valósult meg. Akár a saját maguk által megtermelt források, akár Európai Uniós források igénybevételével valósul meg, ez mind az ő munkájuk eredménye. De nem csak helyben köt össze, hanem a kék túra által az egész országot összeköti. A kék túra, melynek mentén már nem az első kilátót avatjuk az elmúlt hetekben. Avattunk kilátót Szombathely közelében, Káldon, avattunk lent Gemencen, avattunk erdei iskolát fönt a Mátra közelében. Ez a kék túra, amiért most dolgozunk, amit a Természetjáró Szövetséggel karöltve, nekik segítve az erdészek munkájával újra fel tudunk virágoztatni. Ez egy nagyon szép zászlós hajója lehet annak a közjóléti tevékenységnek, amelyet az erdőket, az erdészekre bízó kormányzat elvár, és célul tűzött ki az erdőgazdaságok elé. Nagyon örülünk, hogy ilyen aktívan és ilyen szép eredményeket felmutatva jó lélekkel tudnak ehhez hozzáállni az erdőgazdaságok, és hát egy újabb gyöngyszemmel tudtuk szebbé varázsolni környezetünket. Néhány számot, nem az untatásképpen, de hogy szögezzük le, milyen eredményeket értünk el az elmúlt időszakban. 2014 évben, a tavalyi évben a 22 állami erdőgazdaság 44 közjóléti beruházást hajtott vége. Ezt 2015-ben terveink szerint a 100-at meg fogja haladni. 2010 óta 50 darab felújított vagy új kilátó vált valóra az erdőgazdaságoknak a közműködésével. Ne felejtsük el az erdeiskoláinkat, 34 erdeiskolát tartunk fent. 1300-nál több gyermeket tud egyszerre fogadni. 11 erdei kisvasútunk van, több mint 160 kilométeren. Ugye itt is az erdőgazdaság kezelésében az zselici csühögő, mindenki által kedvelt és egy közismert turisztikai cél. 760 ezernél több utas évente. Ezek azok a számok, amelyekre mi büszkék lehetünk, amelyek az eredményeinket, a munkánkat dicséri. Még egyszer köszönöm azt a munkát, amit a helyi erdőgazdaság és az ország egyébként más pontjain az erdőgazdaságok is nyújtanak, és köszönöm azt az odaadást, hogy újra a közcélú tevékenységek, a közjóléti tevékenységek terén ilyen eredményeket tudunk fenntartani. Ez az eredmény nem ott ér véget, hogy megépült a kilátó és átadjuk. A szemléletünk szerint és tudásunk szerint itt kezdődik. Most jön a nehezebbik feladat, fenntartani ezeket a létesítményeket. Fenntartani meg együtt lehet, úgyhogy kérem a természetszerető turistákat és környékbeli barátainkat, hogy ezt közösen az erdőgazdasággal, közösen az erdészekkel tegyék meg, vigyázzanak az ilyen értékekre. És hogyha mindannyian vigyázunk rá, akkor sokkal tovább fogja örömünket szolgálni. Köszönöm, hogy meghallgattak.